Köszöntöm műsorunk nézőit, mai vendégünk Tasnádi Péter. És ami miatt itt van, az természetesen a gyárfás ügy, amiről beszélgetni fogunk. De előtte egy picikét emlékezzünk vissza pár évtizedet. Szerintem a 90-es évekre a nézőink nagy része már nem emlékszik, vagy nem úgy emlékszik. Hogy kell elképzelni a 90-es évek politikai hálózatát? Hogy kell elképzelni a 90-es évek szervezett bűnözői csoportjait? Abban az időben engem is úgy könyveltek el, mint egy keresztapa, meg szervezett bűnöző, vagy a szervezett alvilág vezetője. Én ellen is rengeteg hamis bizonyítékot gyűjtöttek össze, összehoztak hamis tanukat, amit ők készítettek föl a rendőrök. Amikor engem letartóztattak 99. szeptember 6-án, akkor három bűncselekménnyel gyanúsítottak meg rögtön, és aztán mondták, hogy nyugi, mert ebből még bármi lehet. Ön hány évet ült összesen? Én 13,5 évet. Minden esetben úgy érezte, hogy ártatlanul ítélték el? Tehát nem volt semmiben bűnös? Dehogy nem. Hát azt nem mondtam, hogy nem voltam bűnös. Egy biztos, hogy nem voltam olyan bűnös, hogy engem 13,5 évre el kellett volna, hogy ítéljenek. Mindig önbíráskodásra való felbújtással ítéltek el, és az mindig csak verekedés. Tehát nem mentünk tovább. Engem megkeresett 1997-ben a Gyárfás Tamás, mi nagyon jó viszonyban voltunk már, vagy 40 éve, és megkeresett azzal, hogy hát ez a fenyő, ez baromi sok kellemetlenséget okoz neki, és hát mibe kerülne az, hogyha likvidálnánk. Ez Gyárfás Tamás kérdezte? Hát négy szem közt találkoztunk, hát mi nagyon jó viszonyban voltunk, tehát nem gondolhatta azt, hogy ez valaha is ki fog kerülni, meg hát én nem is mondtam volna soha, hát hiszen én magamtól ezt nem mondtam volna el senkinek, hát nem vagyok büszke arra, hogy lehúztam pénzzel, de jó pofa dolognak tűnt. A nehéz ellenállni, az az igazság, mikor az embernek itt bevirítanak 10-20-30-40 millió forintot, annak ellenére, hogy nagyon sok pénzem volt, tehát nem hiányzott nekem. Tamás mondta, hogy ezt kéne. Mondtam, jó, oké, hát ez ennyibe kerül. Az első részletet ezt kérem azonnal, és akkor, amikor megoldottuk a mellót, akkor kérem a másikat. Hát mennyi pénzről volt szó? Hát mindegy, sokról. És akkor adott 10-20 millióról? Az olyasmi nagyságrendben. És akkor a lényeg az, hogy adott egy. Az első részletet másnap odaadta, és ez volt azt hiszem 97. októberében. Én meg elmentem Las Vegasba, mert akkor úgy éltem, hogy minden évben így szeptember-október környékén elmentem Vegasba, és április 1-én jöttem vissza, vagy március végén. Hát elmentem, és kész, hát baromi jól éreztem magam. Tehát mondom, nem kellett a pénz, de jól esett, hogy mit tudom, ennyi pénzt kaptam, és én már úgy jól is éreztem magam ezzel. És akkor egyszer ülök a számítógép előtt, ugye ez 98. február 11-én, és nézem, olvasom, hogy megölték a Fenyő Jánost. És erre mondom az akkori feleségemnek, képzeld el, mondom, mi történt. Mondom, volna fölhívom a Tomit, azt gyorsan elkérem a másik részt is. Hát és jót röhögtünk. És akkor fölhívtam a Tomit, és mondtam neki, hogy hát Tomi, figyelj, megcsináltuk a dolgot, mondom, a második részletet, akkor kérem. Azt mondta Tomi, hogy mikor jövök haza. Hát mondom, én csak március végén jövök haza, de most kell a második részlet. Hát ugye gondoltam arra, hogy kiderül, hogy mégsem voltam, akkor már soha nem kapom meg a második részt. Na a lényeg az, hogy mondta, hogy hát de majd akkor, mondom, figyelj ide, ha holnap nem lesz az irodában a második rész, akkor az a pali, aki intézte az ügyet, az meg fog keresni téged. Természetesen a második rész ott volt az irodában. Az a kérdés csak, hogyha Gyárfás Tamással, ahogy ön is mondja, normális kapcsolatot ápolt, akkor az ember miért húzza le a másikat, akit ismer? Az jó kérdés. Mindig kérdésként merül fel. Bennem harag működött akkor a Tamással szemben. Volt valami ügy, ami miatt önök össze
különböztek? Nem vesztünk mi nagyon össze, de nem volt már olyan a kapcsolat. Tehát én úgy éreztem, hogy ő elhanyagolt. Persze mondom, most így utólag visszagondolva, tök fölösleges, mert nem egy korrekt dolog, én nem szoktam egyébként lopni, meg lehúzni. Ez akkor úgy volt, gondoltam, megbüntetem. Már hogy anyagilag ennyi. De nem ezt kell boncolni, hanem azt, hogy amin én is sokat gondolkozom, hogy jut el odáig egy ember, vagy most ugye a Gyárfás Tamásról van szó, aki baromi jó körülmények között él, jó működnek a vállalkozás, és hogy egy ember életét el akarja venni. Beszéltünk arról, hogy a Gyárfás Tamás kifizette az úgynevezett lehúzott pénzt önnek. De ugye valaki végrehajtotta ezt a gyilkosságot, a fenyőgyilkosságot. Ő akkor nem kér pénzt Gyárfás Tamástól, vagy a Gyárfás Tamás soha nem kérdezte meg öntől, hogy Péter, ismerjük egymás régóta, kifizettem ezt az összeget. Soha. De hát ugye nem te csináltad, mert ugye jött más is, hogy akkor ő csinálta, és neki is kifizettem, vagy nem fizettem, vagy nem történt. Ja. Soha nem került ez szóba? Soha, sőt, 6 évre rá még az esemény után megint kértem tőle pénzt, és megint adott. Ön ismerte Fenyő Jánost? Ismertem, és jó, dolgoztam is vele együtt. Milyen típusú ember volt? Hogy lehet őt jellemezni? Hát, nagyon egyforma a két ember, tehát a Tamás meg a Fenyő János. Maximum az a különbség volt kettő között, hogy a Tamás sokkal intelligensebb, tehát jobban adja elő magát, tehát nála a kirakat az számított, a Fenyőnél annyira nem. Tehát ő egy erőszakos, agresszív ember volt, mindent kajakra meg fogok oldani, amit lehetett, vagy akit lehetett, az tényleg mindenkit átvert, senkit nem fizetett ki, mindenkit, akit lehet, becsapott, szóval ő neki ért az, hogy mit tudom én, hogy agyonverik, vagy valami. Most nem erre gondolok, hogy megölik, de az, hogy azon is csodálkozom, hogy nem törték el a lábát, kezét, állát, szóval ő nem volt egy túl korrekt pali. Én velem viszonylag korrekt volt, mert egy-két dolgot adott, megbízást nekünk, nyomozást, magánnyomozást, amit elvégeztünk. Erkölcsi felfogásom szerint, lehet, hogy ez most ambivalensnek tűnik, hogy az én felfogásom vallásos emberként is az, hogy meg lehet büntetni azt, aki mondjuk ellopja a pénzemet, vagy aki másét lopja el, és akkor itt megint szemben áll, ugye, két ideológia, az Ószövetség és az Új Szövetség, ugye? Mert az Ószövetségben mit mond Mózes, hogy szemet szemér, fogad fogér, kezet kezér, stb. Az Új Szövetségben meg az Új Szövetségben meg bocsánat, így van, és hogyha megütik a jobb orcádat, tartsod a bal orcádat. Na most ezt mindenki el tudja dönteni, hogy melyik az a ideológia, ami közel áll az emberhez. Most, mint egy zöld alma, itt ücsörgök, és várom, hogy majd az igazságszolgáltatás valahogy, mit tudom, igazat ad nekem. Nem fog igazat. Hát gondolom, 13,5 év után inkább ezt az utas választja. Ez oké, de így meg úgy érzem magam, mint egy paprika Jancsi. 20-25 évvel ezelőtt nem így dolgoztunk. Tartozott az illető, oda mentünk, szalaszét vertünk mindenkit, aki ott volt a lakásba, és másnap kifizették a pénzt. És még rendőrségi ügy se volt. Persze ez nyilvánvaló, hogy most ezt valaki hallja, aki nem kerül ilyen szituációba, szörnyűködik, jaj, hát ilyet nem lehet. Hát de másképp meg nem tudja az ember a saját pénzét visszahozni. Ez volt az ügymenet egyébként akkoriban? Tehát mások is így csinálták? Mindenki, hát persze. Oda mentek ezt baseball ütővel, meg bármivel, az kész. Hát akkor legalább volt foganatja, akkor
tudták azt az emberek, hogy mit tudom én, fölhívtam valakit, hát mit tudom én, az úgy szaladt, hogy nem tudta volna utolérni egy maratoni futós, csak hogy kifizesse a tartozását. Hát más világ volt. Én akkor azt csináltam, hogy amikor elindultam valahova, kihívtam a tévéstábot, hogy jöjjenek velünk, és kövessék az eseményeket, hogy lássák, hogy én jogszerűen lépek föl. És abban lehet látni olyat, hogy elfoglalok egy szállodát, elfoglalom a Váci utca közepén a, mit tudom én, Osztermann üzletet, meg, tehát ilyeneket, egy csomó ilyen benne van. És ez dokumentálva van, az nem csak ugye most az ujjamból szopom ki, hanem azt meg lehet nézni, hogy mi volt 25 évvel ezelőtt, és hogy csináltuk ezeket a dolgokat. Visszatérve a gyárfás ügyre, ugye az információk szerint most azért került Gyárfás Tamás a hatóságok látókörébe, mert előkerült egy hangfelvétel, ahol Portik Tamással beszélget a fenyőgyilkosságról, vagy legalábbis annak a körülményeiről. Pontosan ugye ez a hangfelvétel nem került nyilvánosságra, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan mit tartalmaz, mit lehet hallani ezen a hangfelvételen, de ezek alapján vitték be kihallgatni Gyárfás Tamást. Én úgy gondolom, hogy a Portik Tamásnak, meg a Rohácsnak semmilyen érdeke nincs abba, hogy egy újabb szemét belevonjanak ebbe a történetben, mert minek? Hát ők úgy is, így is ülnek. Most a Portik nem fog kevesebbet kapni, mert ez itt felbújtó lánc, lehet ám úgy is, hogy 6 felbújtó van. Még ki tudja, hogy még kit akarnak beletenni ebbe a sorba, mert bárkit betehetnek. Ugye, mert ha a Gyárfás azt mondja X-nek, hogy csináld, meg X azt mondja Y-nak, hogy figyelj, akkor van egy ilyen megbízásom, akkor te szervezd meg, akkor Z megszervezik, K megcsesz, szóval itt bármi lehet. Alvilági leszámolásnak a kezdete, az ugye mindenki a Prisztás gyilkossága kezdi, nem ott kezdődött, még egy évvel azt megelőzőleg, amikor a Muskovics Gyulát szintává lőtték, az 95-ben volt, akkor volt egy nagy össze, egy ilyen nagy összeugrás, tehát találkozó több százan a Novotel Hotelban, ott voltam én is, és hát ugye a körülöttem lévő emberek, és ott arról volt szó, hogy ez oroszok ölték meg, nem tudjuk, hogy ki ölte meg, mert ugye azóta sincs meg ennek a bűncselekménynek az elkövetője, és akkor ott arról volt szó, hogy sok magyar, úgymond brigádok voltak, meg külföldiek, ugye voltak arabok, volt oroszok, ukránok, stb. És arról volt szó, hogy itt ezt nem szabad megengedni, hogy itt külföldiek garázdálkodjanak. Csak hogy mindenki próbált erősebbé válni és megerősíteni a pozícióját, és ezek a brigádok közül páran bevették a külföldieket. Például Seres Zoli, aki nekem nagyon jó barátom volt és társam volt, egészen 1992-ig, de onnantól kezdve, amikor ő az oroszok felé tekintett és be is hozta az oroszokat a bizniszben, mi külön váltunk. Ez egy legális cég volt a miénk, és én nem akartam belemenni ilyen dolgokba. És akkor onnantól kezdve, hogy az oroszok, amikor úgy betették a lábukat, akkor kezdődött az úgynevezett leszámolás. Például mondjuk a Prisztásnál ott nem volt orosz szál, ott egyértelmű, hogy a Portik és a Prisztás összekülönbözött, és a Prisztást nem lehetett leverni. Egy erőszakos srác volt, és mit tudom, neki is volt, ha kellett, tehát ő nem tartott brigádot, de ha kellett, akkor összerántotta és fizette, elég nagy csapatot tudott összehozni, és nem... Mit jelentett egy nagy csapat akkoriban? Hát 80-100 fő, az ma is nagy csapat, akkor is nagy csapat. Csak azok így elindultak, és ami a feladatuk volt, azt végrehajtották? Hát ez általában inkább csak demonstráció volt. De hát volt olyan, igen, hogy például a Prisztásék elkapták az egyik válogatott ökölvívót, többszörös magyar bajnokot,
és mit tudom én, elvitték 80-a vagy 100-an a Városligetbe, kikötötték a fához, és akkor ott a Brisztásnak a társa, aki még él, az ott, mit tudom én, megütögette, meg mit tudom én, mit képzeltek ti, hogy bunyósok, ti senkik vagytok, itt mi vagyunk az urak, és akkor erre ugye jött egy akció, hogy ugye én meg, ugye nálunk mindenki bunyós volt, és mi meg akkor összeálltunk, és megtaláltuk őket, és akkor ezekből voltak ilyen összetűzések. Csának mi lett a vége? Hát fizettek a prisztások. Tehát sérelmi díj. Bánat pénz. Hát ja, így van. De ez akkor így volt. Több esetben volt ilyen, hogy itt tudom én, volt egy másik nagyon ismert ökölvívó, aki lement egy születésnapi buliba, ahol a romák ünnepeltek, és mit tudom én, ott duhajkodott, és lecsapkodott egy-két romát, közben megszurkálták a romák, és akkor a romáknak fizetni kellett. De ezeket mind el tudtuk intézni, tehát soha nem volt rendőrségügy, meg stb. Ezeket így elintéztük. A 90-es években azért nagyon sűrűek voltak, ugye a Hélia szálló parkolójába a robbantás, a halóbárba, hát hogy mondjam, tehát havonta egyszer biztos, hogy bedobtak egy kézgránátot ilyen üdvözlési jelleggel, és ez olyan sűrűn ment, szerintem ma már az emberek ezt el sem hiszik, aki akkoriban nem élt, hogy, vagy akkoriban nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal, hogy ezen egy átlag magyar ember meg se hökkent. Tehát olyan sűrű jöttek ezek, hogy a diszkóba belelőttek egy sorozatot a falba jelzésértékkel. Miért volt az, hogy a 90-es években ez volt a tárgyalási, mert ezek tárgyalási, hát most finoman szólva is, technikák voltak, de inkább ilyen jelzésértékű dolgok, hogy valamit kéne tenni, vagy valamit vissza kéne fizetni. És miért tűnt el ez az úgynevezett szervezett bűnözői körökből? Hát egyrészt azért, mert fogytak az emberek, úgyhogy elfogytak az ellenfelek. A másik meg az, hogy ez nem működhet a rendőri vezetés nélkül, vagy politikai felső kapcsolat nélkül. Tehát valószínű, hogy megállt, parancsoltak. Tehát előtte félrefordították a fejüket, hát vagy és utána azt mondták, hogy jó, mindenki egyezzen ki, amiben tud, meg amiben akar, de ez a fajta robbangatás, drasztikus gyilkossági sorozat, stb. Ez álljon le, mert... Nem tudom, hogy ez hogy volt, de hogy tudomással bírtak politikusok és rendőrvezetők arról, hogy mi folyik, ezt biztosan tudom. Mondom, nekem is megvoltak a politikai kapcsolataim minden oldalról, tehát attól független, hogy én nem politizálok, meg nem voltam soha semmilyen párttagja, ismertem innen is, onnan is vezető politikusokat, akik szerették a nőket, kábítószer, pénzt, és olyan vonalon dolgoztam, ahol ezekhez hozzá lehetett jutni. Örre fogtak már fegyvert? Hát én nem emlékszem. Nem volt ilyen? Nem. Ja, dehogy nem volt, de ez nincs jelentősége. Nem, emlékszem, most emlékszem. Nem, hogy nincs jelentőség, amikor az emberre fegyvert fognak? Hát, nem, mert abban a szitúban nem volt jelentősége. Az egyik arabot, tudom én, leütötték, a hozzám tartozó fiú közül valaki, és akkor az arabok elhívtak, hogy menjünk tárgyalni, és akkor mi elmentünk tárgyalni, és mit tudom, becsapdáztak, egy olyan helyre mentünk, egy szórakozó helyre, ahol kívülről semmi nem látszott meg fölül, de volt hátul egy lejárat, és ott alul egy baromi nagy hely, és akkor lementünk, akkor én úgy éreztem magam, mintha Iszlamabadban lennék, annyi arab volt, meg mit tudom én, és akkor az arab főnökkel volt egy kis szóváltás, és az egyik közvetlen ember az oldalról rám szegezte a fegyver. De megoldódott a kérdés, úgyhogy nem volt semmi. Tehát nekem olyan volt, mintha nem is szegeztem, de az eszembe sütött.
Tehát hogy most erre emlékezzek, mert ez az egy ilyen esetre emlékszem. Csak azért, hogy a 90-es években azért nagyon sok embernél volt fegyver, de engedély nem annyi látsz. Jó, nálunk is volt fegyver állandóan, de hát most persze, hogy volt, hát mindenki lövöldözött, hát nyilván. De azért az marha érdekes, hogy működtek a dolgok. Ugye ma ilyen elképzelhetetlen, hogy jöttek a rendőrök, fölnyitották az autót, csomagtartót, volt két baseballütő, elvették a srácoktól, hogy ezt lefoglalják. Nekem jelentették a fiúk, én azonnal fölhívtam a rendőrök vezetőjét, és mondtam, hogy ha nem adjátok vissza a két baseballütőt, akkor lakásotokon rendezzük a dolgot. Ez ma elképzelhetetlen. Tehát, és visszakaptuk. De hát mi miatt volt ez? Azért két baseballütőnek, önnek akkoriban is volt pénze, voltak vállalkozásai. Igen. Tehát két baseballütőnek az értéke... Nem az érték, az, nem az értékről volt itt szó, hogy ki mit tehet meg. Tehát ez nem érték, hát ez olyan, mint amikor a őserdőben találkozik két vadállat. Itt nem értékekről van szó, itt az, hogy melyikünk az erősebb, és hogy velem ezt nem lehet megtenni. Tehát, hogy elvesz bárki bármit. Nem a forintról van szó. Akkor éjjel-nappal kártyáztunk, csajoztunk, mit tudom, az világurainak képzeltük magunkat, és szerintem azok is voltunk. Ma, én például, én már 20 éve nem fogtam kártyát a kezembe. Pedig mondom, 50 ezer forinta, nem 500 forintba, 500 forintba a nyugdíjasok játszottak. Tehát, hát a 90-es évek elején nem? Hát 500 forintba sokan játszottak, na maradjunk annyiba. Sokan. Tehát 50 ezer volt egy kör? Volt olyan is, aztán volt olyan, hogy 1 millió. Hát ez attól függ, hogy volt olyan is, hogy 1 millióba ment egy, nem kör, egy parti, így, ketten. Aki nyer, azért az 1 millió. És ez a 90-es évek elején? Hát ez a 90-es évek közepe. Én arról beszélek, amikor dőlt a pénz. Honnan egyébként? Mindenhonnan. Mindenhonnan. Hát egyszerűen ugye a privatizáció, a sok, hogy is hívják, kalandor jött, hogy ugye, mit tudom én, mindenki meg akarta váltani a világot, ugye ment az uzsora, kiadott az ember mondjuk 20 millió forintot egy hónapba, a 20 millió forintra 5-öt fizettek, 5 milliót. Na most el lehet képzelni, hogy abban az időben 20 millióért lehetett egy szép lakást a Budán kapni. Tehát dőlt a pénz, akkor volt a prostitúció, bejött a kábítószer, ahogy gazdagodtak az emberek, egyre több értéket szereztek maguknak, ugye festményeket, szobrokat, különböző műtárgyakat, szép autókat, a betörők ugye elindultak, ezeket begyűjtötték, a orgazdák megvették, tovább értékesítették, a kábítószert szintén voltak ilyen brigádok, akik azzal foglalkoztak, hogy kábítószert terítettek. Ugye akkor, mit tudom én, volt itt a piros, hol a piros, meg egy csomó ilyesmi. Például én azért kaptam 2 millió forintot, és ez a 94 és 95, 96, 97-es év, azért kaptam havi 2 milliót, hogy megengedtem a romáknak, hogy a piacon itt a piros, hol a pirost játszhatnak. Mondjuk egy belvárosi házteleknél tudtam azt, hogy körülbelül 1 millió 700 ezer forint körül hoz. És akkor azt mondtam az illetőnek, hogy figyelj ide, csinál te, 1 milliót adja ide, többi engem nem érdekel, hogy mit csinálsz. Én meg lezsugáztam azt, amit le kellett, és jó napot. Na most például, hogy milyenek az emberek, hát én általában régi bunyósokat, mindenkit fölkaroltam, hogy legyen lehetőségük pénzt keresni, ne kallódjanak el. Négy nagyon komoly bunyósnak odaadtam a piac melletti parkolót, ahol lehetett keresni olyan 3,5 millió forintot körülbelül. És én mondtam nekik, hogy 2 milliót kérek havonta. És az első hónapban
már meg akartak malmozni, és mondták, hogy a Péter, nem tudunk annyit adni, csak 1 800 000. Na jó, adjatok 1 800 000, következő hónapban majd adtok 2 200 000. Jött a következő hónap, hú, megint nem volt jó az üzlet, most már csak 1 700 000, 1 600 000. Mondom, oké, gyerekek, akkor most itt befejeztük, viszlát, és befejeztétek ezt a munkát. Jött egy másik brigád, az meg letette a kérdés. De ez ilyen kultúrált csevegésbe ment, hogy akkor jó, akkor most ti lerúgtátok ezt a melót, és akkor mentek, hát nem miért, volt miért, az, miért? De hát... Hát Péter, minden. Hát, és mi Péter? Nincs Péter. Hát én baromi erős akaratú ember vagyok, tehát ott nincs visszabeszéd. És mindegy, hogy valaki 3 méter magas, vagy 200 kiló, tehát itt nincs mese. Ugyanis mindenkit le lehet darálni. És ezzel ők tisztában voltak. Tehát volt olyan, először is több száz fő dolgozott, ugye, nálam. De azok bejelentett emberek voltak, tehát több mint 300 ember. És volt egy olyan brigád, mint mondjuk a rendőrségnél a TEK, nálam is volt egy ilyen akciócsoport, és akik a saját munkatársaink közül megszegték a szabályokat, azokat az akciósok elbeszélgettek velük. Mi a véleménye, hogyan változott meg Magyarországon a bűn útja, hogyan változott meg az egész rendszer Magyarországon? Ön mit lát ebből, úgy, hogy most már azt mondja, nyugdíjas? Hát én az vagyok, ezért nem is sokat látok a történetből. Hát azért gondolom, beszél emberekkel, hát a kapcsolatrendszerben maradtak. Persze hallok dolgokat, most is vannak ilyen csapatok, mint annak idején voltak, de ezek szolidan, szerényen dolgoznak. És én, amit én tudok, az szintén rendőri és politikai vezetők irányítása alatt vannak. Mármint a bűnözői csoportok? Így van. Tehát jelen hivatalban lévő politikusok és rendőrök? Igen, 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 igen. Biztosan tudom, és mondok most egy esetet, fölhívott engem egy hölgy, és azt mondta, hogy képzeld el, azt mondja, ellopták a laptopomat, és azon rajta vannak olyan fotók, ilyen inkriminált fotók, egy nagyon ismert fideszes politikussal, hogyha ezt ugye látják a tolvajok, akkor itt összeborul a világ, mert ugye zsarolhatóvá válik az illető, és stb. És kérte, hogy én a korábbi kapcsolatom alapján, hogy próbáljam visszaszerezni a laptopot. De a fideszes politikusnak is vannak eszközei, és kiderült, hogy sokkal jobb eszközei, mint nekem, mert 2 órán belül tudták, hogy hol a laptop. Kimentek a helyszínre, valakik. Nem a rendőrség? Nemzetbiztonsági hivatal emberei. Kimenték, szaráverték a 2 palit, elhozták a laptopot. Szerintem mindenki jól járt, ők agyonverték a 2 hülye gyereket, aki ellopta a laptopot, a hölgy jól járt, mert visszakapta a laptopot, a politikus jól járt, mert nem került nyilvánosságra azok a fotók, amik esetleg veszélyeztethetik, mondom, hogy te csak azt akarom mondani, hogy én ezért tartom igazságtalannak ezt az egész rendszert, mert ha én most ugyanezt meg tudnám én is csinálni, tehát én is, nekem is vannak olyan kapcsolatom, hogy most magam köré szervezek embereket, elmegyünk szanaszét, verünk valakit, visszahozunk a dolgokat, csak a probléma az, hogy ők kockázat nélkül tehetik meg, és ezért gusztustalan és aljas ez a történet, és bármikor bárkit agyonverhetnek, szétüthetnek, megalázhattak, stb. Semmilyen következményen nem lesz, hogy ebben mindent eltussolnak. Ha viszont én csinálom, hát akkor én egy bűnöző vagyok. Megérdemeltem ezt a 13,5 évet? Nem. Nem voltam ilyen arányban. Nem követtem el ilyen arányba bűncselekményt, túlzottnak találom, de elkövettem dolgokat, és ezek ilyen erőszakos
fizikai megtorlások voltak. Köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat. Én is köszönöm. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!